Az Elcsi Kinizsi Evező szakosztálya idén is gyermeknapozott, május 27-én kora délelőttől várták az érdeklődőket a csónakházba. Felsorolni is nehéz az időtöltéseket, amiket ezúttal kínáltak. Volt csocsó, tollas, pingpong, és lehetett focizni is. Gondoltak a legkisebbekre is, a kerítés mellett egy állatsimogatót létesítettek, a másik oldalon pedig halacskákat lehetett fogni ajándékokért cserébe. Itt is sokan láthatták a tűzoltók és a rendőrök bemutatóját, de volt, akit az arcfestés vagy a lufi hajtogatás érdekelt inkább. A terület minden részén mámorítóak voltak az illatok, rengeteg étel készült, a gulyástól a pörköltig, a lángostól a Dénes Zoltán féle különleges kombóig. Aki csak piknikezni akart, az is el lehetett, de volt olyan is, aki egy fagyi mellett csak nézelődni jött a csónakházi gyermeknapra.